Damen und Herren, es folgt das Harmonika-Block, Mundharmonika-Block, Entschuldigung. Also, die Frau Irma Häfner aus Gorok, komm doch. Der Herr Franz Roge aus Gier, nehmet Gier. Die Frau Margit Wache aus Kumlau. Der Herr Johann Fodi aus Czolnok. Der Herr Johann Moschwego aus Czolnok. Der Herr Robert Major aus Czolnok. Und mit dem Gesang treten das Ehepaar Ilona und Franz Taferner aus, ebenfalls aus Czolnok auf. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Feleségemmel jöttünk, énekes házaspár vagyunk, úgy neveznek, 45 éve énekelünk a csolnoki kórusban, és zenekari kísérettel is, anélkül is, kórussal és szólóban is. Csolnoki népviseletbe jöttünk, ez az eredeti népviselet, a kalap azért van rajtam, mert állítólag a csolnoki népviselet csak kalappal érvényes, egyes rossz nyelvek szerint,
még a nász éjszakán is a vőlegény hordta a kalapot. Egy bányászdalt szeretnénk előadni önöknek, a címe Kikauf, fogadják szeretettel. Schönen guten Abend. Zwar der Heilig Franz hat mich schon zweimal vorgestellt, aber dann wiederhole ich. Ich bin der Johann Fodi. Fodi János vagyok. Itt születtem Veszprém megyében, nem messze innen Tósok-Berénden. 6 éves koromban kaptam a nagymamától az első szájharmonikát. Nem csak úgy hívták németül és magyarul is, hogy pofagyalok. Mául viccú. Hát azóta nem ez a harmonika, szájharmonika, az már régen elveszett, de úgy látszik, ami gyerekkorban megtanul az ember, azt nem felejti el. Mert azóta is, hát nem sokat játszottam, de még azért kicsit megy. Ennyit erről, egyébként zenetanár vagyok, voltam, és zeneiskola igazgató.
És hát, ahogy Heilig Feri már elmondta, ennek az országos szövetségnek, a zenekari szövetségnek vagyok az elnöke. Hát ilyen minőségemben vagyok most itt, és most akasztják a hóhért, mert nekem is játszani kell. Köszönöm szépen! Mein Name ist Robert Major. Csónokról jöttem, de Felvidéken születtem, Köbölkúton. És nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen kiváló zenészekkel, mint az előbb látott művészek, léphetek egy színpadra. A zenével én is már elég kis korom óta kapcsolatban állok. Mint egész kis fiút kezdett el édesanyám hegedülni, tanítatni, de nem nagyon sok örömet találtam benne. Úgyhogy később aztán trombitálni tanultam. Ez a trombitálás odáig fajult, hogy végül is aztán ez lett a foglalkozásom, és ebből éltem. Aztán közben megtanultam még gitározni, basszusgitározni, meg szájharmonikázni. Különös tekintettel arra, hogy most a tótvázsonyi közönség előtt föléphessek ezzel a hangszerrel. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Guten Abend, ich heiße Johann Mosolyó. Ich komme von Komitát, Komárom, Esztergom. Mint a többi kollega, én is Csolnokról származom, egy kis hegyi faluból, ahol nagyon szeretem a muzsikát, a zenét, az éneklést, a régi hagyományok alapján. Ez alapján próbálunk mi is most egy kicsit érvényesülni. Azt nem mondhatjuk, tudunk szájhangolni, de nagyon szeretünk szájhangolni. Úgyhogy a kollégákkal együtt előadunk most egy-két számot, ami német népdalként szerepel nálunk legalábbis. Thank you.
Ich bin die Irma Hefner, geborene Kovács von Gara. Kiskomaisan születtem, és mindjárt a zene világába éreztettem magam. Már kiskoromtól zenéltem és énekeltem. Édesapám citerás volt, és lehetőségem volt arra, hogy én is játszak. A stáb zenét pedig Garán volt szerencsém megismerni. Ott játszottam egy zenekarba, ahol a többi barátom stáb volt. Így aztán rám ragadt. Ma is szeretem a zenét játszani és énekelni is. Két Gara és Sváb dalt fogok játszani. Ich spiele ein Nebetkehrer Walzer und ein Lied nach meiner